Az Ösztánc rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Folytatódik a Kultéka itt a Rádió Q99.5-ön, és ahogy ígértem, táncszínházi programajánló következik, méghozzá a Napszédítő páva variációk című produkció, amely hamarosan látható majd a Művészetek Palotájában, illetve június 17-én este 7 órakor a 11. Magyar Táncfesztiválon is vendégeskedni fog Győrben. Ez az előadás, aminek a rendezője, illetve a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője Zsurevszki Zoltán itt is van velünk a vonalban. Szeretettel üdvözöllek. Zsurevszki Zoltán vagyok. Ugye Napszédítő és páva variációk, ez a két darabból álló este címe, mit akar az első és mit a második darab? Hát egy páva variációk című darabot írt Kodály Zoltán 1936-ban, egy nagy zenekari művet, és erre merészeltem egy nagyívű koreográfiát készíteni. Hát 19-20, minimum 20 tételből áll ez a zenemű, amiben különböző színekkel vannak felfestve ezek a páva dallamok, ugye egyik legjelentősebb olyan népzenei alapú zenemű, amiben ez a csodálatos páva dallam fölhang, megkomponált a Kodály nagyon sok színnel, úgyhogy én erre készítettem egy koreográfiát, és ez a második résznek a mottója, ez az üzenete igazából egy nagy zenekari felvételre készült, hát és az első részben a Napszédítő programban pedig próbáltunk utalni erre a mostani sikeres Felszállt a páva tévésorozatra, a hiánypótló táncokat, amelyeket évek óta nem nagyon lehetett látni táncipóban, mint a kalocsai táncok, vagy a matyó táncok, egy nagy lélegzetű székelyföldi koreográfia is van ebben a műsorban, tehát ezek mind olyan jellegzetes viselet, zene és tánc, a táncolja magyar táncdialektusoknak, ami igazán nagyon szépen reprezentálja ezeket a vidékeket. Hát csodálatos a matyó viselet, ugye Kis Jankó Bori, a népművészet mestere volt az, aki azt a hagyományt fölélesztette, és gyönyörűen hímeznek ugye Matyóföldön, Mezőkövesden, valamint a Kalocsán is csodálatos viseletek vannak, ugye kalocsai ruhák, a kalocsai táncok az méltóan híres, és ezek mind benne vannak ebben a napszédítő részben, és hát pontosan az Adiversből, a Felszállt a pávából vettem ezt a napszédítő pávák, ezt a mottót, és ez egy nagyon találó cím, a napszédítő, amiben talán a forgásra, a ragyogásra utalhatunk, tehát az, hogy nem csak a tánc, a zene, vagy az ének az, ami fölhangzik, hanem hát ez a látványvilág, ami ma már szinte kötelező, vagy úgy is mondhatnám, hogy hozzászoktunk a tévéképernyőjét, és ezáltal nekünk is egy feladat volt magyar tánckoreográfusnak, magyar együtteseknek, hogy vegyük fel a versenyt, és ha már ilyen csodálatos, gazdag a vidék kultúrája a néphagyományban, a népművészetben, a tánckultúrában, akkor a hivatás együttes is álljon föl, és próbáljunk erre reagálni, és egy nagyon szép műsor szerkesztettem Napszédítő címmel. Ugyanakkor, amellett, hogy a kiállításában látványos a produkció, hogyha jól tudom, akkor törekedtetek arra, hogy minél autentikusabb, minél eredetibb legyen, és ez az alapos ismeret, amellyel rendelkezik a Honvéd Táncszínház, illetve hát most már ugye a táncegyüttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, ez megmutatkozzon ezeknek a táncoknak a színrevitelében. Természetes, hogy törekedtünk rá. Azt hiszem, hogy a magyar anyanyelv, a táncos zenei anyanyelv kötelező, hogy ezt a hivatás együttesek is magas szinten műveljék. És hát az viszont az együttesemnek, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek egy alapja, hogy mindig az eredeti forrásban merítünk a táncosaim, úgy a falusi környezetben is megismerik a táncokat, a zenéket, de az akadémiai gyűjtött filmanyagból, amit Martin György és munkatársai a Zenetudományi Intézetben arrivába őriznek az ő gyűjtéseiket. Martin György és munkatársa András Falvi Bertalan, Pesovár testvérek nagy lélegzetű gyűjtéseket végeztek a Kárpát-medencében, és mi ezeket az anyagokat természetesen használjuk, és földolgozzuk, és ebből merítünk, tehát mind-mind azok a táncok, amik a kalocsai, a kalotaszegi, a mezőségi férfi tánc, a délalföldi tánc, a matyó tánc, a székely tánc, mind-mind, tehát egy komoly gyűjtések eredményeként lehet ezt úgy fölrakni ma a táncszínpadra,
hogy méltó legyen az adatközlőköz, az eredetiséghez, a viseletkultúrához, ami nagyon-nagyon gazdag ezeken a vidékeken, és hát szórakoztató is legyen egyben. Visszatérnék még a Magyar Nemzeti Tánc Együttes névváltozás, hogy nagyon szeretjük mi a Honvéd Táncszínház nevet, ugye a Honvéd Együttes 65 éves nagy múltra tekint vissza, 1949-ben alakult el első magyar kulturális nagy intézményként, kultúrás intézményként, de a mai kornak megfelelően ugye nagyon sok szakemberrel konzultáltam, és természetesen az Emberi Erőforrás Minisztériuma is, és a miniszter úr személyesen mellette volt, hogy a Magyar Nemzeti Táncértes vegye fel ezt a nevet, és külföldön talán jobban fordítható, jobban értelmezhető, és abban a munkában, amit mi a hagyományok ápolásában végzünk, azt hiszem méltóbb a Magyar Nemzeti Táncértes név. Ugye említetted a Fölszállott a páva című televíziós műsort, hát nyilván annak a sikere abban rejlett, illetve hát annak az oka, hogy sikeresen bevezette újra a köztudatban a néptáncot, hogy talált egy olyan formát, egy olyan populáris formát, amiben ezt nagyon sok emberhez el lehetett juttatni, olyan formában, ami annak ellenére, hogy ugye autentikus volt mondjuk maga a tánc, ez egy ilyen fogyasztható populáris forma volt. Ti ezt hogyan ültetitek át a ti előadásokba, hiszen említetted, hogy van rokonság ilyen szempontból. Érzét végül is, tehát az, hogy a médiában mennyire nagy sikere volt ennek, és igazából újra 30 év után újra felfedeztük, hogy van az országban egy táncoló, éneklő nemzedék, akár most, hogy majd folytatódik ez a tévésorozat a gyerekversennyel, de igazából lement két rész a felnőttek versenyében, egész Kárpát-medence bemozdult. Hát a média az, ami a televízió képernyője, a háttér, a műsorközlők, a jelmezek megjelenése, a szalonna és zenekara intenzív jelenléte, valamint hát az, hogy az a képi földolgozás mögötte lévő információk, beszélgetések mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nekünk is egy olyan műsort kell csinálni, látványában, díszleteiben, kapcsolódó asszociációiban az méltó legyen. Tehát egy színpadi látványosságot kell hozni egy műsorban, természetesen egy dinamikus látvánnyal, tehát eszközökkel, mondjuk persze a népművészetből vett eszközökkel, például egy délalföldi táncban, újszerű viseletben, csíkos harisnyában jelnek a táncosaim, és a lányok tükrökkel a magasból le ereszkedő három hatalmas tükörben nézegetik magukat, de egy másik koreográfiában egy szép falusi óra ketyeg a térben, vagy pedig párnákat engedünk le az egyik kalocsai tánc mellé, hímzett párnákat. De végül is a magyó tánc mellett, hogy éppen a lányok jönnek ki a templomból, ott viszont hát két-három ilyen festett szentképet, vagyis ami ugye a paraszti gyakorlatban a szobákban volt fölakasztva az ágy fölé, egy olyan szentkép jön le, hogy igazából ezek mind-mind olyan utalások ezekkel a tárgyakkal, ami kiegészítés ad egy ilyen milliót, egy ilyen tárgyi milliót ad még ez a látvány, az a nyolc a dallamokhoz, a zenékhez, a viselethez, hogy egy ilyen komplex élménye lesz a nézőnek is a színházban, mint hogy a tévé tudott egyfajta komplex élményt tenni a nagyon izgalmas táncprodukciók mellé, a különböző típusok, dialektusok, amely az országnak a gazdagságát, a kulturális gazdagságát, a táncos és zenei gazdagságát mutatta meg. Úgyhogy nekünk is egy műsorban, például a Napszédítő műsorban, vagy a Páva Harjátszik műsorban, ezt a színvonalat hoznunk kell, és hát ma már én úgy érzem, hogy a hivatásrejtesek föl vannak arra készülve, hogy magas szinten tudják ezt látványban is megmutatni, nem csak a táncban, nem csak egy szabadtéri színpadon egy nagyon érdekes botolónak vagy üvegesnek az eltáncolásával, hanem egyfajta gondolatot, egy gondolati ívet tudunk adni a műsorainknak, legyen az a Monarchia, ugye, ami a népek táncait mutatja be, majd az debreceni szabadtéri színpadon lesz július 6-án, és hát most itt ugye beszéltünk a dátumról, hogy 17-én Győri Táncfesztiválon lesz a napszédítő program. Így van, és nyáron is találkozhat majd veletek a pesti közönség, például ugye a Táncbazár rendezvényen több előadással. Helyszín lesz, hogy a Karmelit Ódvart váltja a tánc színház szervezésében, minket kevernek is a tánc együttes és tánc színházban, mind a kettő nemzeti, de természetesen nagyon jó kapcsolatunk van az igazgatónkkal, az Erkl Péterrel, a táncszínházzal, az évtizedek óta tartó kapcsolat, és nagyon örülök, hogy nyáron is, főleg hát az idegenforgalom szempontjában egy nagyon izgalmas szatmár műsor lesz, ami a szatmári táncoknak a
észak-kelet-magyarországi dialektusnak az anyagát vonultatja föl, a magyar verbunkat, a csárdásokat, érdekes is, nagyon látványos cigánytáncokkal fűszerezve, valamint a kalotaszeg lesz a Karmelita udvar utó helyszínén, ugye a Várker bazárban, ott pedig a kalotaszeg izgalmas tánckultúrát és viselt kultúrát láthatják a nézők, a nagyon intenzív nádasmenti táncokból a legényeseket, a csárdásokat, a román invertitákat, azt a forgatós táncot. Tehát érdemes követni a Magyar Nemzeti Táncértés programját és a Nemzeti Táncház programját, mert hát szerintem a nyáron sem áll le ez a verkli, hanem utazó cirkuszként megyünk Debrecenbe, megyünk Pozsonyba, itt vagyunk a Művészetek Palotájába, és hát természetesen a Várkert bazárba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Zsurávszki Zoltánnal beszélgettünk, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes művészeti vezetőjével. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm mindenkinek, jó szórakozást! Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig Halász Glóriával.